Üdvözlöm vendégeinket a könyvtárlat 8. évadának záróestén. Mai meghívott vendégeink Recsó Krisztián író, költő, szerkesztő, valamint Rutka Róbert zenész, énekes lesz. Az idei programsorozatunkban a Magyar Kulturális Alap Szépirodalmi Kollégiuma jóvoltából Emlékfolyamok címmel a magyar kultúra főbb régióinak irodalmát mutatjuk be egy-egy kortárs alkotó életművén keresztül. Mai esténket az Alföldi régiónak szenteltük, ezen belül is, miként választott alcímünk is mutatja, a Körös és a Tisza körül elhelyezkedő települések irodalmi reprezentációjának. Legnagyobb tájegységünk az Alföld, vagy az azt átszelő irodalmi szövegekbe bekerülő folyók sokakat megiklettek már, csupán néhány nevet kiragadva az irodalomtörténetből Petőfi Sándort, Tömörkény Istvánt, a pályakezdő Mikszáth Kálmánt, Móra Ferencet, Krúdi Gyulát, Móricz Zsigmondot, a kortárs irodalomból kiemelve Temesi Ferencet, Szilassi Lászlót és mai vendégünket, Grecsó Krisztiánt, akinek életművét átszövi a Tisza és a Körös vidékét megidéző emlékezés. Első verseskötetének címe szinte mottója lehetne mai estünknek, Vízjelek a honvágyról. Mielőtt azonban felkonferálnám művész vendégeink egész estés programját, röviden bemutatnám rendezvényünk mai műtárgyát, Petőfi Sándor Tisza című kéziratát, mely a szokásoknak megfelelően a rendezvény végén megtekinthető tárlónkban. A szöveg nem önállóan maradt fenn, hanem a képen is látható bordó vászonborítású negyedrét alakú 100 fóliós, azaz 100 lap terjedelmű kötetben. A képen is látható a gerincen egy évszám, 1847. A kötet tehát Petőfi Sándor 1847-ben írott költeményeit tartalmazza. Az első egy januári vers, az Egy barátom az ifjúsághoz című, az utolsó a Szilveszter éje 1847-ben. A költő a keletkezés sorrendjében tisztázva másolta be a szövegeket a kötetben. Ez abból is látható, hogy szinte alig látszik javítás a kéziraton, tehát nem impúrumról, hanem tisztázatról van szó. Szándéka kettős lehetett ezzel a kötetbegyűjtéssel. Egyrészt magának szerette volna összegyűjteni a műveket, másrészt kiadója Emil Gusztáv kérése volt, hogy életműszerződésük értelmében évente egyben kívánta látni a keletkezett műveket, mielőtt a nyomdai munkálatok elkezdődtek. Ennek bizonyítéka, hogy egy két példányban keletkezett szerződés is fennmaradt, mely rögzíti ezt a bemutatási kötelezettségét, és ez majd a tárlónkban is látható lesz a nap végén. A kötet üres szennyoldalait és az évjelzés után következnek a költemények. Mindegyik külön lapon kezdődik, és általában egy vagy két oldalas szöveg. Petőfi mindig aláhúzta a verseinek a címét, és gondosan a keletkezés helyét is megjelölte a szöveg végén. Tehát itt látható a Tisza cím aláhúzva, és a szöveg végén pedig a Pest felirat. A kézirat együttest 1880-ban kaptuk, nem mástól, mint Petőfi Sándor öcsétől, Petőfi Istvántól, aki végrendeletében ránk hagyományozta versgyűjteményét költő testvérétől. Az ő tulajdonából érkezett könyvtárunkba a teljes Petőfi aranylevelezés, számos grafikai munkája Petőfinek, például Bem Józsefet ábrázoló rajza, Arany Jánosról készített portrévázlata, illetve a Csonka toronyról készített rajz is, valamint ez és egy másik egyéves kézirattermést tartalmazó kötet. De nézzük a keletkezés történetet. Petőfi a verset 47. februári Pesten született művek közé sorolta be, de az alapjához szolgáló tiszaparti látogatásra 1847. október 1. és 6. között került sor. Ekkor tartózkodott Lubi Zsigmond vendégeként, előbb Szatmárcsekén, majd Nagyar községben. Lubi Zsigmond Szatmár megyében élő gazdálkodó nemes volt, aki szülőfalujába, Nagyarra, a családi kastélyba és a Tisza azon szakaszába is elhívta a költőt, ahol a túr is belefolyik a Tiszába. Több visszaemlékezés is született a műről, és több tanulmány is visszaigazolja az emlékezések hitelességét. Ekkor jegyezte be Lubi Zsigmond emlékkönyvébe a Dalaim című versét Petőfi, illetve Petőfi úti jegyzeteiből az is tudható, hogy a közeli Szatmárcsekén meglátogatták Kölcsey Ferenc sírját, akihez a vendéglátót rokoni szálak fűzték.
A versben megjelenő helyszíneket is biztosan lehet lokalizálni. Az 5. versszakban megjelenő szöveget idézve, túl a réten néma méltóságban magas erdő, benne már homály van, ez nem más, mint a palajszegi erdő, illetve a látni távol kis falucska tornyát, sorban megjelenő templomtornyot, a két közeli település a Nagyar melletti Tivadar és Tarpa is magáénak vallja. Áradást, mert hogy ugye ez a Tisza című versnek a központi témája, Petőfi nem láthatott, de az 1847. januári sajtóból pontosan tudhatta, hogy Poroszló környékén árvíz van, tehát erről az eseményről lehettek információi. A vers eredetileg a Hollányok könyve című, eredetileg folyóiratnak indult gyűjteményben jelent meg. Ennek az alcíme nagyon beszédes, közhasznú ismeretek terjesztése a gyöngéd nőnem körében, olvashatjuk. 3 számot élt meg ez a lap, amelyet Röszler Ágnes és Oroszhegyi Józsa szerkesztett. Az előbbi egyébként egy nőnevelő intézetnek volt a tulajdonosa, vezetője, az utóbbi pedig a márciusi ifjaknak az egyike. A lapban ugye, amely csak néhány számot élt meg, Lisznyai Kálmán, Tompa Mihály, Petőfi Sándor és Vasvári Pál is publikált. Az első nyomtatott megjelenést nem fogom tudni megmutatni a tárlóban, mert sajnos annyira kevés példány maradt fenn, hogy még itt az Országos Széchenyi Könyvtárban sem maradt fenn példányunk, viszont a képeket a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest gyűjteményéből, a Szüri hagyatékból sikerült megkapnunk. A nyomtatott vers mellett egyébként található egy litográfia, egy grafika is. Az irodalomtörténeti kutatásnak a tárgya, hogy vajon mi volt előbb, a grafika vagy a vers, illetve hatottak-e egymásra ezek a vizuális, illetve az írott szöveg, azonban ilyen összefüggésről nem tud az irodalomtörténet. A tárlóban még az est végén megtekinthető a Petőfi hagyatékban fennmaradt költemények kötete és az egyik 19. századi Petőfi díszkiadás, melyet az Athénaeum kiadó gondozott és jelentetett meg. Ugye az Athénaeum kiadó vállalat az EMIH-nek, az Életmű kiadónak a utód jogi örököse volt, jogutódja volt. Hát ennyit szerettem volna erről a műtárgyról, illetve erről a kéziratról, a nyomtatott variánsról elmondani. Hamarosan megkezdik tehát estjüket vendégeink, ám előtte engedjék meg, hogy néhány gondolattal felvezessem az előadás emlékezés folyamunkat. Grecsó Krisztián versei, regényei, novellája, a szülőföld, az alföld zárt világát, a gyermekkor és a felnőtté válás helyszíneit mutatják be. Olykor megnevezve Csongrádot, Békés Csabát, Szegedet, olykor fiktív nevek, például Tóváros, Totváros vagy Feketeváros nevek mögé rejtve, olykor csak a folyómenti városnak apostrofálva. Grecsó Krisztián regényeiben a telep, a falu, a kis és nagyvárosok világa között egyre rutinosabban mozgó főhősökkel találkozunk különböző életszakaszaikban. Az Isten hozott, a tánciskola, a megyek utánad, a mellettem elférsz, én elbeszélője, a fejlődés regény különféle stációin vezet végig, az idő előre haladtával a hősök körüli tér tágul, de állandó viszonyítási pontként ott marad a szülőföld annak tipikus olykor különc figuráival, helyszíneivel, és a fejlődés történetű kulcsa éppen az e régióra vonatkozó megértés folyamat. A Kőrös és a Tiszaparton szocializálódott főhősök albérleti szobáikban, vagy új saját otthonaikban, vízparti kerthelyiségekben tekintenek a folyókra, melyek életük változása közepette is az állandóságot jelképezik. A szülőföld a különböző generációk közötti alapvető fontosságú összekötőkapocs, az emlékezések viszonyítási pontja, és olykor töréspont is. A megyek utánad retrospektív szemléletű énelbeszélője így kommentálja a főhős, korábbi önvalója, daru egy fontos életszakaszának lezárását, és a főiskoláról az egyetemre kerülés okozta helyszínváltást. Idézném. Ott hagyja a körösparti várost, megtagadja, amiért nem maradhat. A körösnek nem fáj ez, darunak nagyon. A füzes közöspart hamis és dohos, mint a paplan alatt a világ. És langyos és könnyű is, mint a reggel ugyanott. A körösparttyán csöndes minden fájdalom, hallgatokok arra a tragédiák, aléltak a napok. A Tiszapart fényes és salakos. Csikorok darul lépte, néha szikrázik is, parázslik a kidobott lét, a sok elhalasztott élet.
A mai estre készülvén a köteteken túl több interjút is elolvastam, a legfrissebbek egyike egy Körösi pap Lászlóval való beszélgetés, amelynek az alcíme is beszédes. Az emlékezés része a felejtés. Ebből idéznék egy gondolatot. A kamaszkori elszakadások és a kamaszkori énkeresés közben nagyon elrugaszkodtam attól a falutól, ami az enyém volt, és attól a világtól is, ami az enyém volt, attól a nyelvtől, sőt attól a paraszti hagyománytól is. És egyszer csak észrevettem, van én nekem gyökerem, jövök én valahonnan, ismerek egy világot, úgy, ahogy azt egy benszülött ismerheti. A benszülöttet azért mondom így, mert az etnográfussal van szembeállítva, nem kívülről ránézve. És akkor ebben a nagy hazatalálási folyamatban estem át a ló túloldalára. Úgy gondoltam, ha én hazamegyek és körbenézek ott, ezzel a kicsit külső szemmel már, de úgy, mint aki ott nőtt föl, belülről ismeri a viszonyokat, akkor én ezt igazán fölfejthetem. Ez a perspektíva talán sikerének titka, az egyszerre belülről és kívülről láttatott és látott világ. A falusi földközelben élő embereknek viszonylag kevés materiális tárgyi emlékük van, és ezzel összefüggésben a történeteik is eltűnnek, olvasható egy másik interjúban. A tapasztalatok ilyetén rögzítetlensége a Grecsó szövegekben többször is felbukkanó nagypapa alakjában metaforizálódik. A nagypapában, aki feljegyzésre méltónak, csak a napi időjárási viszonyokat tartotta. És talán ezt a hiátus pótolják Grecsó Krisztián szövegei, a régióban élők egyéni és kollektív emlékezetét, a korábbi és a mai generációk történeteit. A változó vagy éppen álló időhöz való viszonyát változó modalitással, gazdag stilisztikai eszköztárat mobilizálva és mutatva be. Úgy, hogy a lírai és drámai, humoros és szatirikus eseménymondás után akár egy művön belül is minden jelen lehet. Mosolygunk, amikor Pletyka anyu Béla bácsiját a Tiszaparton, ha nem is a Loch Nessi szörny, de egy óriási csuka elragadja, hitetlenkedünk az árnyékokat vesztett hősökön, drukkolunk a nem jó szemmel nézett elcsábítás okán megkergetett mellékszereplőknek, és egy kicsit nekünk is beletörik a fogunk anyáink nem sikerült első süti próbálkozásában. A mai estén ugyanakkor zene és irodalom izgalmas dialógusának lehetünk tanúi, melyben az író partnere, a tucatnál is több albumot, filmzenét író, és legalább ennyi díjjal kitüntetett Rutka Róbert lesz. Egy kihagyhatatlan, még ha nem is jól sikerült poénnal kezdve, a Duna partjáról, de akinek a távlatai legalábbis a zenei értelemben a Születtem Magyarországtól a Valami Amerikáig húzódnak. Művész vendégeink egy tehetségprogram kiválasztottjaiként kezdtek el együtt dolgozni, melynek eredményeként született a Stop című előadásuk, újabban önálló és közös szerzeményekkel a Livikókával jelentkeznek. Kezdődjön tehát a prózai és zenei dialógus, mert miként Grecsó Krisztián fogalmazott, a zene olyan kabátot ad a versekre, meg egy olyan segítő értelmező közeget, amivel sokaknak sikerül olyan verseket is élményét tennünk, amit egyébként nem tudnának kinyitni, mert kemény dió. Szép élményeket kívánok tehát a mai estére! Keresznye hullik öletbe, minden percemet elejtem, még sincs egy se kötekbe. Láthatsz egy régi asszonyt, ott hintázik a kertben, minden emlékem vakfolt, eleresztettek engem. Ta-ra-ram, ta-r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 a-
Méről a vágyak béj, a galambok meg a magasból, ezek itt Isten igény, futotta ennyi garasból. Ta-r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 a
koporsói, a magánynak meg a létnek járják az évek orsói, csalásaink beférnek. Tájrárám, tár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 
da 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 és rügypimbon nyit a reggel, csend szemérmed ajkai még elbújtathatnak egyszer. Ta-ra-ra, ta-ra-ra-ra. Anyám első süteménye. Nem hatlapos volt, hanem isler, és nem elrontotta, csak újra fogalmazta. Más viszonyrendszerben, más bolygók között, ha délen van észak és északon dél, talán finom is lett volna. És különben is, ki mondja meg, mi a finom? Finom az, ami érdek nélkül tetszik. Nekem akkor is ez a legszebb süteményes emlékem, és a legtöbbet azóta is ezen nevetünk. Anyám islere volt az egyetlen sütemény, amelynek emléke évtizedek óta él. Anyám islere. Elég ennyit mondani a családban, és huncut mosolyra húzódik mindenki szája. Összevillannak a szemek. Anyám islere szűz volt. Pontosabban édesanyám volt korábban érintetlen a cukrászkodástól. Nagyon fiatalon szült, ezért főzni is az anyósától tanult, a cukrászkodás pedig érzékeny terület maradt. Egy gonosz, titokzatos fekete folt. A sütés Bermuda háromszöge. 7-8 éves lehettem, már emlékszem rá, hogy édesanyám elhatározza, legyőzi a kis hitűségét és a süteményekkel szemben érzett túlzott tiszteletét. Hogy ennyire fájdalmasan titkos dolog számára a kőtészta, a hatlapos. A 80-as évek elején az isler volt a sztár, és anyám rögtön a csúcson akart indítani. És különben is mi abban a bonyolult, két kerek tésztalap közt a sűrű lekvár, mindez vastagon nyakon öntve csokoládéval. Ennél egyszerűbb öröm nincs is. A tésztalapokhoz adott néhány tippet a nőklapja, és a csokoládé olvasztás trükkjeit is elárulta Lajos Mari, úgyhogy édesanyám jókedvűen és önbizalommal fogott a sütéshez. Mindjárt 8 szemére. Megduplázta az adagokat, jön a húsvét, jó lesz kínálósnak, ez lesz az első év, hogy nem bolti vacakkal kell traktálni a locsolókat. Gyerek voltam, a sütés nem izgatott. Nem tudom, hogy közben ráncolta a homlokát, amikor mégis kétségei lettek az expedíció sikerét illetően. Hogy voltak-e hullámvölgyek és újabb nekilendülések. Egy dolog biztos, az eredmény gyönyörű lett. Hatalmas, feketén izzó napkorong, a bolti isler duplája. Olyan volt, mint egy óriási, feszített tükrű, ragyogóan fekete csokoládétó. Nem illett azonnal megkóstolni, meg kellett várni apámat. Együtt ültünk levacsorázni, és édesanyám félszegen az alkotó leplezett izgalmával tálalta föl a süteményt. Apám nagyot kúrjantott, megcsiklandozta anyámat, úgy nevettek, mint akik évek óta nem látták egymást. Ej a végén még háziasszony lesz belőled. Együtt szinte egyszerre haraptunk bele a pimaszú kívánatos méltóságos islerbe. Bolyongtak a szemgolyók fel és le, körbe-körbe, keresték a helyüket. Azt sem tudtuk, hová nézzünk. Hogy most mi legyen? Hogy ez mi? Lenyeltem a falatot, még egyszer ránéztem a gyönyörű islerre. Igen, isler, és olyan szép, mint a nap. Nem hittem a saját ízlelő bimbóimnak. Ez a romlott fűrészporíz rendszerhiba. Deja vu. Ennek a csokis csodának nem lehet olyan íze, mint az összefosott futóhomoknak. Beleharaptam megint, felnéztem, ekkor tört ki apámból a gonosz, féktelen kacagás. Szegény anyám dacosan megette, azt mondta neki, ízlik. Fegyelmezetten ette, közben azért forgatta, nézegette ő is, hogy milyen szép. És igen,
Szépek voltak. Ráadásul fiatal háziasszonykodásának elsőszülöttjei, nem volt szíve kidobni őket. Minden locsolót megkínált velük. Volt bolti hatlapos, bolti keksz és isler. Az isler gyönyörű és házi. Nem volt kérdés, hová nyúltak, mindegyik férfi vett belőle. Azon a húsvéton imádtam otthon lenni. Nézni az arcukat. A meglepetést. Ahogy fegyelmezik magukat, megfeszül az arcizmuk, rágnak, nézik a süteményt, forgatják, és nem akarnak hinni a szájuknak. A részegebbi aztán megkérdezte anyámat, hogy ez most komoly-e. Ez most direkt volt? A józan szomszédok fegyelmezetten megették, aztán sietve búcsúztak, nehogy még egyet enni kelljen. Guggolós islert sütöttél, anyukám, mondta apám. Szerinte guggolval jártak a népek az ablakunk előtt, nehogy anyám behívja őket. A dacos csoki tavak még napokig ott virasztottak a konyhában, aztán egyik reggel édesanyám elhatározta magát. Ez a sütemény tényleg borzasztó, mondta, és kivitte a maradékot az éhenkórász kutyának. A kutya megette a vasat is, és az édességet különösen szerette. Habzsolva, szinte fulladva harapott bele az elsőbe. Rágta, falta. Néhány másodpercig. Aztán, mintha lassult volna a lejátszás. Egyre komótosabban rágott. Lehajtotta a fejét, úgy nézett föl szégyenkezve a szeme sarkából, amikor kifordult a szájából az első falat. Egymásba kapaszkodtunk anyámmal, úgy nevettünk. A kutya sértetten fölemelte a fejét, mintha most értette volna meg, milyen gonosz tréfa áldozata lett. Aztán addig rohangált dacosan, amíg bele nem taposta az egészet a földbe. Manapság, amikor anyám isteni beilliét, hatlaposát eszem, miközben dicsérem, néha még kuncogok kicsit, eszembe jut, ahogy a sértett tacskó Isler dagonyázik az udvaron. Isten kabátja vagyok, vagy lennék, bár mindig bennem fáznál, angyaltól meleg sok halott emlék, mennyi öreg, mind jó a háznál. Alig, hogy a pere még elér, már túl itt csordult a víz a kádból. Apu a ballagási videón hátul, néha kimozdul takarásból. Isten kabátja vagyok, vagy lennék, bár mindig bennem fáznál, Isten kabátja egy régi emlék, nem lennék, kitalálnám. Tágul a világ, ez az egyetemesség, még sincs, még hajlék se benne, ha feldobod, le kell, hogy essék a kukán dermed, parajos benne. Az urló dennye vagyok, vagy lennék, panaszkodhatnék, az időre zörg és csattogás téli esték, a kislányom kardigán kinőtte. Isten kabátja vagyok, vagy lennék, bár mindig bennem fáznál, Isten kabátja egy régi emlék, nem lennék, kitalálnál, Isten kabátja vagyok, vagy lennék,
bár mindig bennem fázná, Isten kabátja egy régi emlék, nem lennék kitalálná. Kabátja vagyok, hogy lennék, bár mindig bennem fáznál, Isten kabátja egy régi emlék, nem lennék, kitalálnám.